Újra hatékony az együttműködés a Kárpátok Euróregió tagjai között. Közel 500 millió euró fejlesztési forrás érhető el a jövő évtől a határmenti régiók számára. Új stratégiai célokat és prioritásokat fogalmaztak meg a tagállamok. A Kárpátok Euróregió a korábbi keleti blokk országainak határmenti együttműködését fogja keretbe. Az Euróregió együttműködő országai között van 4 uniós tagállam. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia, valamint Ukrajna, mint az egyetlen Európai Unión kívüli tagország. A Kárpátok Euróregió az elsőként megalakult Euróregió. Tagországai eddig 46 pályázati felhívást találtak, amelyekben a közeljövőben sikeresen együtt tudnak majd támogatást igényelni. Ez segíti az Euróregió és a tagok erősödését is. A 2014-2020-as Európai Uniós ciklus elindult, aminek keretében számos transznacionális és határon átnyúló program érinti a térséget, ezekből több pályázati forrást is el szeretnének érni a tagok. A korábbi időszakból gazdasági, üzleti, oktatási és kulturális téren vannak együttműködési tapasztalatok az Euróregió országai között. Stúdiónk vendége Kézi Béla, a Megacom tanácsadóiroda ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Kezdjük talán azzal, hogy mi is volt a feladata az önök tanácsadóirodájának ebben a Szép Hosszú nevű projektben. A Kárpátok Euróregió fejlesztésére, további jövőképének kialakítására kellett egy stratégiát elkészíteni, amit persze nem a mi cégünk egyedül készített, hanem egy nemzetközi szakértői tím, de ennek a munkának a szakmai koordinációját, szintetizálását a Megacom tanácsadóiroda végezte. Gondolom abból kellett kiindulni, hogy egyáltalán magának a Kárpátok Euróregiónak a jövőjét, a működését kellett újra gondolni. Ez valaha egy nagyon jól működő szervezet volt, aztán egy picit úgy az Európai Unió elvitte a fókuszt erről, de azt gondolom, hogy pont az Európai Unió az, ami egy új távlatot nyithat az Euróregió számára. Abszolút így van. A Kárpátok Euróregió, amikor létrejött, akkor egy teljesen innovatív határon túli, vagy több országot, több országnak a területi egységeit összekapcsoló együttműködés volt, amelynek a csodájára jártak tulajdonképpen Európából, de nem csak Európából, hanem az Amerikai Egyesült Államok is támogatta, tehát volt olyan amerikai alapítvány, amely támogatta ennek a létrejöttét és működését. Aztán időközben persze történtek dolgok, változott a környezet. A környezeti változások egyik legfontosabbika az volt, hogy számos együttműködő partner ország, aki a Kárpátok Euróregióban, vagy amelynek a régiója a Kárpátok Euróregióban tag volt, beléptek az Európai Unióba. Most a csatlakozás nyilván egy picit átrendezte a prioritásokat, mindenki egy picit inkább a bilaterális kapcsolatokra kezdett el koncentrálni, és a Kárpátok Euróregió elszürkült, kicsit ilyen tetszhalott vagy beteg állapotba került, és hát eljött az a pillanat, amikor el kellett gondolkozni rajta, hogy akkor hogyan tovább. Milyen irányok alakultak itt ki a további jövővel kapcsolatban? Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor nagyon sokat gondolkoztunk, hogy merre tovább. És ugye bárki, egy ember, egy cég, egy területi egység, ha gondolkozik a jövőjéről, akkor nem csak egyfajta lehetséges út áll előtte, ezért azzal kezdtük, hogy stratégiai alternatívákat állapítottunk meg. És ezek között a öt ilyen stratégiai alternatíva volt, és ezek között az alternatívák között például szerepelt az is, hogy hát lássuk be, hogy ez most nem megy már olyan jól, és akkor szüntessük meg az együttműködést, mert az erőforrást pazarol, ha valami olyat működtetünk, ami igazából nem kedvező a tagok számára. De hál' Istennek nem ezt választotta a szakértői csapat, hanem egy olyan stratégiai alternatívát, ami egy közös jövőkép kialakításáról, annak az elfogadásáról, kötelezettségvállalásról, és hát bízunk benne, hogy a jövőben majd egy közös szervezet kialakításáról is fog szólni. Mi lehet a szerepe egy ilyen közös szervezetnek? A közös szervezetnek az lehet a szerepe, hogy koordinálja ennek az együttműködésnek a tevékenységét, önmagában akár kezdeményezzen, vagy megvalósítson projekteket, amik erősítik ezt a szervezetet, vagy éppen segítse azokat a szereplőket, legyenek ezek civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények, akik szeretnék a pozitív hatásait élvezni az együttműködésnek.
Éppen ennek a projektnek, a határrégiók fejlesztésére irányuló projektnek volt az egyik feladata, hogy kijelöljék azokat a stratégiai irányokat, amiben egyáltalán lehetséges akár egy ilyen közös szervezettel együttműködve indulni. Így van. És hát igyekeztünk olyan stratégiai irányokat megfogalmazni, amiben valóban hozzáadott értéke van annak, hogy nem egy régióból vagy nem egy országból vannak szereplők, hanem több országból is. Ezért megjelent a versenyképes gazdaság, megjelent a környezeti fenntarthatóság, megjelent az átjárhatóság, fizikai és kommunikációs átjárhatóságnak a javítása, megjelent az innováció és képzés, megjelent a természeti és kulturális örökség védelme, és a közösségi egészségügyi és szociális foglalkoztatási fejlesztések is megjelentek. Kiknek szólhatnak ezek a stratégiai irányok, és ugye az is megfogalmazódott, hogy 46 projektet már ki is szemelt, akár az önök irodája, illetve a Kárpátok Eurórégió, amiben tudnának dolgozni. Kik azok, akik erre figyeljenek és gondolkozzanak ebben? Hát ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy ezeken a területeken mire lehet jó az együttműködés, vagy kiknek lehet jó az együttműködés. A Kárpátok Eurórégió egy olyan transznacionális egység, amely 145 ezer négyzetkilométernyi területet fed le, több mint 14 millió lakosa van. És pontosítsuk, hogy nem az egész országok értendők ez alatt, hanem bizonyos, tehát Magyarországból is bizonyos megyék. 5 megye Magyarországról, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykunszolnok és Heves megyék. És ugye ez a több mint 14 millió ember, ha gazdasági szempontból gondolkozunk, ez egy piac. Ez egy olyan piac, ami itt van a közelünkben, és ami a helyi kis, közepes vállalkozásoknak egy potenciális lehetőséget nyújt, ha valóban jól működő együttműködésről van szó. De turisztikai szempontból is óriási lehetőség, én azt gondolom, hiszen ezeknek a térségeknek számos olyan látnivalója van, ami viszonylag könnyen elérhető, meglátogatható, tehát nagyon fontos lehet a turisztikai együttműködés is. Aztán környezetvédelem, vagy éppen katasztrófavédelem. A környezeti károk, katasztrófák, azok nem állnak meg a határokon. Nem lehet egy-egy országnak kezelni, vagy védekezni ellene, hanem közösen kell fellépni. De ugyanilyen a klímavédelem, vagy a klímaváltozásra való felkészülés is. És hogy arra választ adjak, hogy kiknek lehet ez jó, közvetve a vállalkozásoknak is jó lehet, éppen az imént elmondottak miatt, de alapvetően akik közvetett szereplői lehetnek a támogatásoknak, azok települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, felsőoktatási intézmények, ők akik tudnak közös programokat indítani, amikből aztán a vállalkozók is profitálhatnak. És nyilván be is tudnak csatlakozni a 2014-2020-as költségvetési időszak programjaiban. Így van, ez egy nagyon fontos dolog, hogy indul a 2014-2, illetve hát már elindult, hiszen 2015 végén vagyunk, 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus. De az elindult, az abban az értelemben igaz, hogy elkészültek, vagy lassan végére érnek a operatív programok kidolgozása, a határmenti programokra is igaz, éppen december 9-én hagyta jóvá például a román-magyar határon átnyúló programot az Európai Bizottság, de finishben van a minket érintő szlovák-magyar program, finishben van a négy határmenti magyar-román-szlovák-ukrán együttműködési program is. Ezek mind potenciális finanszírozási forrást jelentenek közös együttműködési projektekre, úgyhogy azok, akik ezeknek kedvezményezettjei, az előbb elmondott kör lehetnek, azoknak azt gondolom, hogy jövő év legelejétől kezdődően árgus szemekkel kell figyelni a közös pályázati lehetőségeket. Kézi Béla, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, én további jó munkát kívánok, annyit pedig ígérhetek, hogy nagyon szívesen beszámolunk ezekről a sikeres projektekről. Köszönjük szépen!